Ezen túl a PET palack és a műanyag flakonos szelektív hulladékgyűjtőkbe vegyesen lehet bedobálni a hulladékot. A fővárosi közterület fenntartó szerint így megelőzhetik, hogy a hajléktalanok felborogassák a konténereket. Le is vált egyébként, csináltunk két próbakört két kerületbe, hogy bár megtartjuk mind az öt tartályt, de a műanyag és a fém hulladékot azt úgymond egybe gyűjtjük, tehát mind a két tartályba mind a kettőt be lehet dobni. Egyébként ez nyár elején indult, és az egész fővárosban most már ugye ez a projekt ez él. Így a hajléktalanoknak kevesebb idejük van a ládák kiborogatására, mondta el a vállalat szóvívője. Eddig a PET palackos tartályt naponta ürítették, a fémdobozos gyűjtőt viszont ritkábban. A most bevezetett ötlettel mindkettőhöz gyakrabban megy a hulladékgyűjtő autó.